Pusztai Erzsébet bevallotta, hogy Karácsony Gergelyt külföldről támogatták, ezt írta a Magyar Nemzet azután, hogy a 99 mozgalom tagja a félmilliárdos összeg adományozóiról azt mondta, valószínűleg ezek külföldi támogatók, akik Euróban támogatták a mozgalmat. Egy nap korábban Márkizai Péter is arról beszélt, hogy a pénz külföldről jött. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban azt mondta, szuverenitás kérdésként tekint az ügyre, ezért egyértelművé kell tenni, hogy Magyarországon a külföldiek nem vásárolhatnak politikai be. A 99 mozgalom tulajdonképpen a, a, arról szólt, hogy támogassa Karácsony. Nem tartja életszerűnek puszta Erzsébet, hogy kisládikákban gyűlt össze karácsony Gergely kampányára félmilliárd forint. A volt parlamenti képviselő, Bokros Lajos pártjának korábbi alelnöke, a 99 mozgalom volt tagja, erről az Index műsorában beszélt, aki bevallotta, a támogatások külföldről érkeztek. Valószínűleg ezek külföldi támogatók, akik, akik Euróban támogatták aki a mozgalmat. Dobozoltak. Lehet, hogy nem dobozban, nem. Nem a dobozba tették, hanem a kisebb címletű támogatásokat egyszerűen odaadták. Ugyancsak külföldi kampánypénzekről beszélt Márkizai Péter az ATV-ben, amelyeket Karácsony-Gergely NGO-ja az azóta már megszűnt. 99 mozgalom kapott a 2022-es választásokra. Akkor viszont a 99 mozgalom kapcsán nem ugyanez a helyzet. Tehát ők sem voltak párt, ők is gyűjtöttek adományokat voltak éppen a baloldali előválasztáson a főváros első embere ellen induló hódmezővásárhelyi politikus korábban azt is nyilatkozta, ellenfele félmilliárd milliárd forintot költött el kampány célokra. Hát én ezt most öntől hallom. A főpolgármester a botrány kirobbanásakor tagadta a tiltott kampánypénzek létezését. A több mint fél milliárdos bevételre végül a titkos szolgálatok vizsgálata derített fényt. A párbeszédes politikus a többnyire angol fontban és euróban befizetett pénzek eredetéről azóta is hallgat. Állítása szerint adománygyűjtés útján jött össze a tetemes összeg. Nem kis ládika, nyilván nagy A főpolgármester az Index korábbi podcast műsorában a pénzmosás gyanúját is felvető mikroadományokról azt állította, kis és nagy ládikákban szedték össze, és azt is elismerte, hogy a szóban forgó pénzek az ő kampányára érkeztek. Le kellene ülnie a hatóságokkal, és választ kellene adnia a hatóságoknak azokra a kérdésekre, amelyekre egyre több ember kíváncsi jelen pillanatban. Karácsony Gergely megszólalásai egyre mélyebbre vezetnek, és már alig van, aki elhiszi, hogy az általa létrehozott 99 mozgalom ládákban kalapozott össze fél milliárd forintot, fogalmazott Pálfalvi Milán az M1-en. A Nézőpont Intézet elemzője szerint a hatóságoknak a pénzmosás gyanúján túl a politikai korrupció lehetőségét is vizsgálnia kell nem csak a pénzmosásnak a lehetősége merül föl, amit meg kell vizsgálni, hogy a politikai korrupció az ténylegesen ennyire általánosnak tekinthető a baloldalon, Karácsony Gergely pártfinanszírozása esetében, a 99 mozgalom finanszírozása esetében, a közel 4 milliárd forintnyi külföldi kampánytámogatás esetében, tehát hogy a politikai korrupció az lényegében szerves részere lett a baloldali választási kampányoknak. Én azt gondolom, hogy ezeket kell a hat megvizsgálnia. A zsoldosok ülnek velünk szembe. Egyértelművé kell tenni, hogy Magyarországon a külföldiek politikai befolyást nem vásárolhatnak, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A miniszterelnök kiemelte, nem indokolatlan korrupcióról beszélni a baloldali pártok külföldi kampányfinanszírozása kapcsán, de ő a témát szuverenitás kérdésnek látja. Tehát, hogyha a magyar törvényhozókat, vagy a magyar főváros polgármesterét, meg lehet vásárolni pénzzel, az azt jelenti, hogy ezek az emberek nem a magyar emberek érdekéből vezetik le a döntéseiket, hanem a külföldi megbízóik elvárása szerint járnak majd el. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk szuverének. Ugyanakkor azok, akik ezt politikai korrupciónak nevezik, sem járnak messze az igazságtól, hiszen mégiscsak arról van szó, hogy korrumpálták őket, pénzt adtak nekik valamiért. És a korrupció az mindenhol bűncselekmény. Orbán Viktor hozzátette, ebben a kérdésben rendet kell vágni, egyértelműbbé kell tenni a kampánytámogatásról szóló szabályozást.